Tisztelt elnök úr, akadémikus társaim, kedves vendégeink! Azt vállaltam, hogy magának a jelképnek a miben létéről szóljak először is, és utána hozok rá egy példát. A jelképeket nem úgy kell tekinteni, mint szinonimákat, tehát, hogy egyszerűen csak valami helyében állnak, más szóval fejezik ki azt, hanem ami jelképpé alkalmas kristályosodni egy kultúrában, az egy nagyon meghatározó, fontos pont. A már előbb is idézett Hoppál Mihály etnográfus barátom ezt azzal példázza, hogy a kultúra szövedéke olyan, mint egy óriási csipketerítő, aminek valamelyik csomópontját megragadva és megmozdítva, még a terem túloldalában is mozgásba jönnek az elemek. Szoros összeköttetésben állnak, nem egyértelműen analógiásan fordítható le egy jelképnek az értelme, hanem rendkívül sok arca van. Erre példaként egy egyiptomi anyaistennőt fogok példaként felhozni, de előtte még el kell mondanom azt, hogy egy merőben másfajta gondolkozás szükségeltetik ahhoz, hogy megérthessük az archaikus kultúrát, nyelvezetét. A miénk egy ilyen additív, egymás mellé rendezett, kvázi lineáris soroknak tűnnek, míg az archaikus kultúrák embere egy holisztikus egységlátással rendelkezett. Képzeljük el azt az egyszerűnek nevezett parasztembert, aki megszületvén belenőtt abba, hogy értett a földműveléshez, a lótenyésztéshez, a meteorológiához, a gyerekneveléshez, a fafaragáshoz, az agyagozáshoz, és így folytathatnám a végtelenségig. Tehát az ember ősi polihisztor voltát testesítette meg. Ez az ember a világot egy nagy egészként látta, amiben minden mindennel összefügg, és azon igyekezett, hogy saját élete során ennek az isteni rendnek egy mikrokozmikus mását hozza létre a saját életében, mert csak így élhetett harmonikusan ezen a földön. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ehhez a tudáshoz képest a mai ember csak szeletembernek nevezhető, specialistának. Egy gyereket, hogyha megkérdezünk mondjuk 4-5 éves korában, hogy le tudná-e minket rajzolni, ha van kedve hozzá, természetesen megcsinálja. 10 év múlva ugyanezt a gyereket megkérdezem, akkor azt mondja, hogy hát a mi osztályunkban a János az, aki jól tud rajzolni, én villanyszerelőnek készülök. Egyre szűkülnek az utak, és végül specialisták leszünk, olyan specialisták, akik gyakorlatilag semmihez nem értenek. Mint Pavlov kutyája, tudjuk azt, hogy megnyomjuk a falon a gombon, és akkor a terembe világos lesz, vagy nem. De hogy az egész dolog hogy működik, erről nekünk nincs nagyon képünk. Hogyha valamelyikünk átkerülne, mondjuk 500 évvel korábbra, nem úgy, mint Mark Twainnél egy Jenki Arthur király udvarában, aki a lovakokat megtanította biciklizni, nem tudunk a saját kultúránkból semmit átadni gyakorlatilag. Meséket tudunk mondani, az utcákon dobozok jártak, amiben ültünk, hogy benyomtam egy gombot, és akkor elénk jön egy foci meccs, ami tőlünk igen nagy távolságra zajlik. De hogy mindez hogy zajlik pontosan, de különösen ezt megmutatni, arra a mai ember, ez az önhit ember, erre nem képes. Ezért érdemes odafigyelni az ősi kultúrák tudására, arra a magasrendű tudásra, amit hajlamosak vagyunk egy kicsit lebecsülni. Egyiptomról én például még azt tanultam a gimnáziumban, hogy az egyiptomiak még nem voltak képesek a tér ábrázolására. Én meg úgy vélem, hogy Egyiptom művészete a lehető legintellektuálisabb művészet. Az a példa van mindig előttem, hogy vajon a kulturális közlés az egyenértékű-e az információ átadással. Képzeljük el a következő kísérletet. Készítek valakiről életnagyságban két fényképet. Az egyik tűéles, nagyon pontos, és ráadásul egy közismert embernek a fényképét vegyük példaként, a másik meg homályos, bemozdult. De hogy ez hogyan adom át az információt, az korán sem mindegy, hogyha ezt a tűéles képet én felszabdalom kis kockákra.
De a használati utasítást megadom hozzá, hogy ez itt kezdődik, balról jobbra kell olvasni, föntről lefelé, a fönti 8 kockából ez az első. Minden egyes képecskét odaadok az illetőnek, gondosan megvizsgálhatja, majd visszaadja nekem, adom a másik képet. Ez az additív ismeretközlés. Hát nem hinném, hogy van ember, aki annak ellenére, hogy minden információt nagyon pontosan átadtam neki, hogy felismerni azt az arcot. Ám abban a homályos, bemozdult képben nagy valószínűséggel megsejti, hogy kiről van szó. Amikor a nagy egészről egy egységlátásban gondolkozott az archaikus ember, egészen másként állt a dolgokhoz, mint mi, akik az iskolában pontosan ezt az additív ismeretközlést éljük meg. Az egyik órán a Kénsavról tanulok, a következő órán Balassi Bálintról, aztán Torna óra következik, utána pedig következik mondjuk a kétéltűek rendje, és így tovább. Mi így tanulunk. Ebből kellene összeállítani egy egységes, holisztikus képet, ami úgy vélem, hogy jóval nehezebb, mint hogyha erről csak homályos sejtéseink lehetnének. Ezek a szimbólumok, magyarul jelképek azért nagyon fontosak, mert általuk be tudunk hatolni egy jóval régebbi gondolkozásba, egy olyan világba, ami jól lehet nálunk már nem él, de valahogy mégiscsak követhető a régi ember gondolkozása. Ráadásul Hoppán Mihályra hivatkozva mondom ismét, azt mondja, hogy a kultúra szövedékének, hogyha egyes pontjai hiányoznak, de egy máshonnan származó struktúrát ráfektetek, és a pontok megfeleltethetők egymásnak, akkor kipótolhatóak még a hiányok is. Hát akiről beszélni szeretnék, az egy a legfontosabb, talán a legfontosabb, vagy legalábbis az ember számára a legfontosabb szereplő az egyiptomi mitológiában. De előre bocsátom azt, hogy az egyiptomi ábrázolatoknak van egy különös sajátossága, hogy az arcok az ábrázolatból nem néznek ki ránk. Miért? Mert az itt és most világgal az ábrázolt világ, a műalkotás csupán analógiás viszonyban van, valahogy úgy, mint ahogy a körülöttünk látható táj van kapcsolatban a térképpel. Ez egy rendkívül intellektuális ügy. Egy arc nem nézhet ki én rám, mert ezzel kapcsolatot létesít a között, a világ között, ami valahol másút van, és a mi világunk között, ez pedig nonsens. Ugyanakkor három példa is van rá, ami áthágja ezt a dolgot, és ez talán a legérdekesebb. Van egy Bész nevű istenke, akinek egy ilyen szörny arca van, ő belőle lett később a Gorgófő. Ő mindig kinéz a képből. Miért? Mert ez egy bajelhárító istenke, az a dolga, hogy körülöttünk, a mi világunkból elriassza a démonokat, a kártékony, rossz erőket. Tehát egy mágikus szemléletről van szó. A második ábrázolás ez. Ez időszámításunk előtt azt hiszem, hogy a 16. századból való, tehát meglehetősen régi Nebamon sírjában található meg. Akármilyen meglepőnek tűnik, tökéletesen egyedülálló. Ó-Egyiptom több ezer éves történetében hasonló ábrázolással nem találkozunk. Egyrészt azért, mert a két zenészlány ránk néz, másrészt pedig mellette itt van ez a furcsa térbeli dolgot sugalló ügy, ahogy a két szereplő kitakarja egymást. Erre egyiptológusoknak sincs magyarázata. A harmadik szokatlan ábrázolásról fogok beszélni. Onnan kell kezdenem, hogy a Halottak könyve 17. fejezetében a Heliopoliszi teremtés mítoszban szerepel az isteni kilencség létrejötte. Ez az isteni kilencség a Heliopoliszi teremtés mítosszal talán az egyik legősibb dolog. Ez úgy hangzik, hogy volt Nun, az ős-óceán, aki önnemzéssel teremtette meg Sút és Tefnutot, egy férfi és női
alaknak tekinthető valakiket, erről az értelmezésről nem beszélnék, mert nagyon messze vezetne, Sunak és Tefnutnak a gyermekei Nut és Geb. És itt kezd érdekessé válni a dolog. Nut és Geb gyermekei volt Oziris, Ízis, Szét és Neftis. Ez együtt az isteni kilencség. Miután Oziris volt az első földi király, Nutot, az édesanyját tekinthetjük úgy is, mint az emberiség ősanyját. A Heliopolis-i teremtés mítosz mutatja be ezt a furcsa világképet. Nekem kell nyomkodnom, vagy mehet a következő? Nekem kell. Igen. Ez a Heliopolis-i teremtés mítosz ábrázolata, ami meglehetősen különös. Alul egy elhanyatló férfi alakot láthatunk, ez lenne Geb, akit a földdel azonosítanak. És fölé hajlik ívben ez az istennő alak. Már önmagában az szokatlan, hogy a nő alak van felül. Más mitológiákban úgy tudjuk, hogy az esőt adó égisten termékenyíti meg a földet. Nut testét csillagok borítják. És még valami, ami nagyon különös. Mesztelen az istennő. Hangsúlyozottan mesztelen, és az elsődleges nemi jellegeket mindig nagyon erőteljesen ábrázolják. A fanszőrzet háromszögét, a mellét. Ez egy szakrális mesztelenség. Miről szól? Pontosan arról, amire az előbb utaltam, hogy nem csak Ozirisznek, hanem az embernek, ő az ősanyja, ezek szerint égi ősanyja, és a mesztelenség azért fontos, meg a másodlagos nemi jellegek hangsúlyozása, mert az ő teste, a női test az, ami az égi lelket lehozza nekünk a földre, és testet ad neki. Itt viszont valami rettentő furcsával találkozunk. Ez sokakat elgondolkoztatott. Ugyanitt látható Nut, arra most nem térek vissza, illetve csak később, hogy a napkorong, itt már nem csak csillagok, hanem a napkorong megy át a testén, és alatta a föld helyén nem az elhanyatló férfit látjuk, hanem ezt az ábrát, ezt a körkörös ábrát, ami mit jelent? Azt, hogy Egyiptom, ó Egyiptom sok ezer éve tudja, hogy a föld gömbölyű. Itt egy univerzum ábrázolásról van szó. És ha ez föld, és a Nut pedig valamilyen égi jelenség, akkor nagyon egyszerű azonosítanunk a tejúttal. A tejút, ami a mi magyar kultúránkban is hangsúlyosan szerepel, azért mindig feltevődhet a kérdés, hogy miért nevezik pont tejútnak? Miért ez a neve? Ráadásul Egyiptomban nincs neve így, hogy tejút. Talán azért, mert maga Nut az, ez az istennő. Ennyit az égi arcáról, az égi tejútról. Többféle ábrázolás van itt is, ugye, hát ez már egy átrajzolt valami, de itt is alatta gömbként szerepel a föld. Hopp, egyel visszább megyek. Aztán itt van egy szintén nagyon meglepő kép. Ez harmadik Thotmesz sírjában látható, Krisztus előtt 15 századdal, aminek az a felirata, hogy Menheperrét szoptatja anyja. Hát azért az, hogy egy fából egy mell nő ki, és szoptat, hát azért meglehetősen a kortárs művészetben talán ezt szürrealizmusnak neveznék, holott nem. Hanem nagyon egyszerű utalásról van szó. Amint a tejút, Nut istennő, az égi lelket lehozza a földre és testet ad neki, magyarul összeköti az eget a földdel. A tejutat nevezik az égi fának is. És mi az, ami még összeköti az eget a földdel? Természetesen a fa, az életfa. A fa anya. Hogyha ez egymagában állna ez az ábrázolás, akkor nagyon is különösnek találhatnánk, de egyáltalán nincs így. Több nép mítoszában előfordul ez, például a jakutoknál is van egy ilyen nő alak,
aki a fából kihajolva szoptatja meg gyermekét. Ez az életben tartásra is utal. Tehát nem csak a földre hozza az embert, megszüli ez az istennő, hanem folyamatosan összeköti a földi embert az égi transzcendens világgal, és táplálja. Hát akkor most már, hogyha egy szoptató fáról beszélünk, és arról a gondoskodó anyaistennőről, aki nut, akkor világossá válhat talán a tejút elnevezése is. Ehhez még csak annyit, hogy a görög mitológiában Héraklész, akiről tudjuk, hogy félisten volt, meg akarta szerezni az istenekére járó halhatatlanságot, és ezért, amikor Héra, a nagyanya istennő, aludt, akkor is úgy tudták, hogy aki Héra tejéből iszik, az halhatatlan lesz, és hát Orvul becserkészte Hérát, rávetette magát a mellére, és szopni akart, ám az istennő felébredt, eltaszította magától, és a melléből kifröccsenő tejből lett a tejút. Így már sokkal inkább érezhető az a kapcsolat, amit az égi anya és a tej, a táplálás, az életben tartás között van. De hogyha ebben tovább megyünk, vájkálunk, akkor nagyon sok érdekes motivumra lehet bukkanni, például a tejszerű nedvet kiválasztó fákat a legtöbb helyen szentnek tartották, és a fát eleve anyaként tartották számon. Ez a fa anya, úgyis, mint életfa a magyar kultúrában, egy meghatározó jelentőségű motívum. Itt is látható egy istennő, fával egy lényegű, és az életet adó folyadékot locsolja. Ugyanez a motívum. Térjünk vissza ehhez az égi jelenséghez, Nuthoz. Azért, hogy őt ne kelljen szemből ábrázolni, ilyen furcsa módon ketté vágják ezt az alakot, ez egy a halottak völgyében egy sírnak a mennyezet festménye. Ez a mennyezet festmény több szempontból is nagyon érdekes, zárójelben megjegyzem például amiatt, hogy mélyen a föld alatt van százvalahány méterre, nem lehet tudni, hogy mivel világítottak, mert nincs koromnyom. Egyébként, hogyha egy ilyen mennyezet festményt, amint látjuk, őrült műgonddal készítettek el, eleve kizárt lett volna, hogyha ott fáklyákkal világítanak. Hogy mivel, azt máig nem tudjuk. De nagyon jól lehet érzékelni, hogy a mennyezeten, tehát égi helyzetben elhelyezett Nut istennő testén, ott sorjáznak a csillagok, és ott vándorol rajta a nap. Ha már eddig elmondhatjuk tehát, hogy az anya egy lényegű a tejúttal, egy lényegű a fával, a táplálással, akkor szinte kézenfekvő, hogy Nut egyik elnevezése égi tehén. Ez az égi tehén arról híres elsősorban, hogy amikor Ré egyszer megdühödött az emberiségre, és pusztító árvizet zúdított le a földre, Nut istennő borrá változtatta, és a Ré istenek mondta, hogy igyon belőle, ez rendesen berugott, és az emberiséget Nut így mentette meg. Tehát egy életben tartó, tápláló, pozitív erőt képvisel, és mint égi tehén, majd meglátjuk, hogy még egy nagyon fontos szerepe van. Mellesleg, hogy ha már bevontuk a tehenet is, akkor azt is megemlítem, hogy Nutot emlegetik malacait felfaló kocaként is. Miért? Azért, mert este megszüli a csillagokat, hajnalban pedig felfalja azokat, az egyiptomi néphit szerint. Tehát bővül, jól látszik az a furcsa szétágazó rendszer, amire az előbb utaltam, ez a szövedék, hogy rendkívül sok elágazása van. És talán ami az egyik legfontosabb, ez is Nut, az égi tehén. Tutanhamon sírjából való ez a lelet, és mi a funkciója ennek? Halottas ágy. Az égi tehén hátán távozik vissza az égbe az emberi lélek. Tehát ahogy
a földre szálláskor is Nut ennek a letéteményese, mondjuk a hazaszállításkor is, ő az, itt egy ilyen szállító eszköz szinte, ő az, aki az emberi lelket a gondjaiba veszi. Van egy nagyon szép piramis szöveg, azt írja, hogy felmész anyádhoz, Nuthoz, ő megragadja karodat, útba igazít a horizont felé, a hely felé, ahol Ré van. Nyitva vannak számodra az ég ajtajai, felnyíltak az égi vizek ajtajai, ott találod Rét, állva, téged vár, megragadja karod, elvezett téged az égi kettős szentébe. Egy másik piramis szöveg pedig egy újabb motivumot hoz be a képbe. Az elhunytról mondja, felmegy az égbe a csillagok közé, ereje fején, rémülete oldalán, varázsereje lábainál, megy oda, ahol anyja Nut van, felhág rajta Létra nevénél fogva. Tehát akkor most már a tehenet, a kocát, a fát, a tejutat kiegészítjük még a Létra motivumával is. Ugye ennek a leszármazása nagyon egyszerű a lépcső motivumokban, már a kereszténységben, az égbehatolás, tehát teljesen logikusan jön be, mint egy szinonímaként ez az égi fa és a Létra motivuma. És akkor következnek a furcsaságok. Tudnék, említettem az előbb, hogy nincsenek szembenéző ábrázolások, kivéve egy bajálhárító istenkének az ábrázolása, és az elsőként vetített teljesen megmagyarázhatatlan ikonográfia, amire nincs magyarázat, viszont Nutnál előfordul szembenéző arc, de nem akárhol. Ez például egy koporsó fedélnek a belső ábrázolata. Ez csak egy másolat, ennek az eredetije eltűnt, de mutatok mindjárt eredetit is. Csak ezen látszik a legjobban egy pár jellemvonás. A melleknek a nagyon határozott ábrázolata, és ha jól megnézzük, ezt az Isten anyát az állatövi jegyek veszik körül. És hol szakítja meg azokat? Ahol a tejút is. Egy égi jelenségről van szó, már csak azzal vagyunk adósak a magyarázattal, hogy miért tér el a szokásos ikonográfiától, miért néz szembe ez az arc. Itt van egy másik, jóval későbbi korból származó ábrázolat, ahol szintén ugyanígy sorjáznak körülötte az állatövi jegyek, ami teljes egyértelműséggel utal arra, hogy égi jelenségről, méghozzá a tejútról van szó. Egy újabb ábrázolat, azt hiszem nagyjából ennyi volt, jó, visszamegyek az utolsóra, mert nem megyek, de. Itt vannak ezek a szembenéző arcok. Igen ám, de hol? Egy koporsó fedő belsején. Miért lehetett itt az egyiptomi ikonográfiát felrúgni? Miért lehetett szembenéző arcot ábrázolni? Azért, mert alatta face to face fekszik a halott. A halott arca ránéz az Istennő arcára, vagy az Istennő arca néz rá a halott arcára. Ők már egy helyütt vannak, abban a másik világban. És ahogy a bész bajelhárító istenkére szükségünk van, hogy elriassza körülöttünk a démonokat, itt az anya ismét magába fogadja gyermekét. Ez a magyarázata ennek. Persze nem számíthattak rá, hogy ezeket a koporsókat feltörik, kiállítják, de nagyon sok tanulsággal szolgálhat nekünk. Befejezésül egyetlen piramis szöveget olvasnék fel, ami minden földi halandó közös imája is lehetne. Ez így hangzik, és erre vonatkozik. Ó, anyám, Nut, borulj fölém, helyezz engem a pusztulás nem ismerő csillagok közé, hogy ne halljak meg. Köszönöm.